Hello. Hát megint Yosemite-zünk. Deja vu. Igen, hát ki kell használni, ugye éves bérletünk van, úgyhogy ja, jövünk, amikor tudunk. Meg ugye itt is még mindig ez az előrefoglalás van, úgyhogy ezt már szerintem 2-3 hónapja lefoglaltuk ezt a hétvégét. Úgyhogy hát mindenképpen akartunk jönni. Nagyon-nagyon-nagyon cuki a szállásunk. Majd lehet, hogy meg is mutatjuk. Mm-hmm. Ja, mert iszonyat nagyon-nagyon aranyos. Azt mondják, hogy ma ilyen viharos, nem, minek mondják ezt a zápor, zivatarok lesznek. Úgyhogy ilyen riasztás van jelen pillanatban itt a Yosemite völgyben. Úgyhogy emiatt most inkább északabbra megyünk, megnézzük a Hetch Hetchyt. Újra. De, igen, már egyszer ugye láttuk. De ott van egy, igen, tehát ott van egy ilyen túraútvonal, amit csak így random találtunk meg, és csak körülbelül szerintem a negyedéig sikerült eljutnunk ott a gát után, majd azt is meg fogjuk mutatni. És most azt tervezzük, hogy végig felmegyünk, mert az elvileg felvisz egy... nem tudom, hogy hívják ott a vízesést. Na mindegy, ott egy vízesés van, és annak a tetejéhez itt. És amúgy tök kíváncsiak vagyunk, mert múltkor, mikor voltunk? Júniusban? Júniusban voltunk. Június? Talán. Ja, azt hiszem, egy másfél hónapja talán. És akkor még volt víz a vízesésben. Én azt tippelem, hogy nem. Ja, mert azért nyárra általában kifogy a vízkészletből. Bár mondjuk most, hogy lesznek ilyen thunderstormok, lehet, hogy feltöltődik. Na mindegy. Mindjárt ott vagyunk a Hetch Hetchynél, Hetch Hetchy völgyben. Ja, én meg, mert nem csak én, botond is ide folyunk körülbelül. Jó, ugye mondom. Ezt az is megy? Megy, hogy nagyon, ne. Tök jól kilátod. Ja. Na, megérkeztünk ide a Hetch Hetchy Valley-be. Sajna a kocsi nem vette a idefele vezető utat belülről. Egy 10 másodperc után meghalt. Úgyhogy elmondjuk még egyszer, hogy megértünk ide a Hetch Hetchy Valley-be. Ami nem más, mint egy mesterséges kát. Hetch Hetchy Valley? Hetch Hetchy Valley? Igen, völgy. Hát ebben vagyunk. És... Előttünk van egy iszonyat cuki kutyus. Igen. Szia! Jaj, de cuki! És hogy ilyen ez a gát, ósó nevű gát. És maga a völgy. Igen, ez még mindig az a szikla, ami tökre hasonlít az El Capitánra. Itt velünk szembe. Pont, szerintem annak a kicsi máson. De... Igen, amúgy kb. Pont. Na igen, és egyébként ott az El Capitán 2, ...nek a szélén van egy ilyen fekete háromszög-szerű... Hol? Hát ott. Ez a fekete háromszög. Na, ott kellett volna, hogy legyen. De ott lenne a vízesés? Igen. Oh. Legalábbis ez a tippem. Kinézetre az olyan... Vízeséses. Úgy... Igen. Ja, úgyhogy én nyertem. Te nyertél. Csak úgy mondom. Bizony. Hú, sokkal jobb idő van, mint múltkor. Igen, így kellemesen. Igen, rengeteg felhő van, emiatt annyira a kép nem szép. A boszom, de emiatt nem örül. De hát kirándulni 1000 milliószor sokkal jobb, igen. Így, mint abban a hőségben. Hú, az brutális volt a múltkor. Igen, jó, mondjuk amúgy most sincs hideg, tehát nem az, de az, hogy nem tűz ránk a nap, mint állat, az azért elég sokat dob. Igen. Az egészen. Itt meg a Bibike. Igen. Bibike és a gát. Ja. És vártam volna a szelet,
igen. Kis összefogott fejemmel, hajammal. Hát ez így egyedi. Hú, ez azért elég jól néz ki. Igen. Kamerával igen, szerintem kevésbé. Milyen van? Hűvös. Igen, hát egy paplang alagút. Trail amúgy a víztároló mellett megy végig. Uh-huh. És most nincsen ilyen óriási tömeg se szerencsére. Ja. Sem nap, sem tömeg. Ez egész meleg az van. Most így átjöttünk az alagúton, és azért eléggé... hát más. Na, kicsit melegebb lett. Nagyon furi. Illetve nem furi persze, mert ott a gáton azért eléggé... Jaj, kis mókus. Szóval a gáton eléggé, úgymond így ki vagyunk téve a természetnek, nem tudom, hogy mondani. Ilyen... Exposed. Akkor exposed, igen. Nem, nem magyarosan mi? Ja, itt meg azért eléggé központosul a nap. Az úton folytatódik. És ott van valahol egy fakopács. Nem találjuk, hogy hol. Valahol itt van. Mint egy ilyen kalapáccsal ütné. Vivi nem hiszi el, hogy nincs ott a fakopács. A source-t próbálom megtalálni. Á. De nem, nem, egyszerűen nem tudom. Yeah. Na szóval itt volt a kis patak, csomó pillangóval, hát... ja. Hát lehet, hogy kiszáradt. Lehet. Na, van egy kis víz. Pillangó? Pillangó is van, egy darab. Egy darab? Ott elrepült, aha. Na, látom. Oda föl. Apa. Kicsit ilyen hűs. Ja, amúgy igen, tök jó. Én már elfáradtam. Na, a túrán ilyen fantasztikus kilátás van a gátra. És a Vivike meg nagyon szenved. Nem nagyon, csak kicsit. Csak kicsit? Aha. Nagyon szép. Ja, szépnek nagyon szép. Nagyon meleg van. Pont azt beszéltük, hogy kéne már bot. Mindig úgy rájövünk, amikor másokat látunk bottal. Igen, mindig akkor veszük észre, hogy kéne bot, amikor már itt vagyunk. Slalomozok. De szép ez a kilátás. Hú, nagyon. Meg ez a gránit. Ó, oh, kis gyík. Wow, ez ilyen, mint hogyha ilyen temető lenne, vagy nem tudom. Igen? Ilyen, hát nem, ilyen lerombolt, nem tudom, tiszta szikla minden. Ja, hogy úgy, mint hogyha valami támadás érte igen. volna helyet? Hát nem. Ja, az igen. Csak nem temető, hanem mondjuk, ja, lebombáztak. Hát igen, de úgy van. Temető, hogy így betem. Akkor nem. Ja, azt hiszem, hogy ilyen... Olyan temetőre gondolsz, hát nem, az embereket. Sírok, sírra nem. Gondoltam, az a temető, nem? Igen, de igen. Nagyon durva nagy csend van. Mert mi hiányzik? Nem tudom, mi hiányzik. Hát a vízcsomogás. Na, már egész közel vagyunk. Ott van a El Capitan 2. Tényleg. Már hallod a vízcsomogás, Vivi? Aha, hogyne. Ja, azt írták ugye a neten, hogy hozzunk magunkkal esőkabátot, amikor ide jövünk, mert ugye egy csomó vizet kapsz az arcodba, és olyan kellemesen esik így nyáron ez a fölfrissítő víz.
Úgyhogy remélem van nálad esőkabát. Egyébként lehet, hogy kapunk esőt máshonnan. Ja, csak máshonnan. Egyelőre nem látszik olyannak, hogy ebből eső lesz. De... Ja, nem. Ebből biztos nem biztos. Kihívjuk a sorsot. Ebből eső lesz akkor. Jó volt. Az út elég romcsi. Uh-huh. Nem létező vízeséshez. Azt a mindenit. Ja, rendesen Rocky. Aha. Hát mindjárt ott vagyunk. Na szóval itt vagyunk a hídnál. Ide jöttünk. És itt kéne halálra áznunk. Igen, ez a híd, ez olyan, hogy itt a tényleg esőköpenyt javasolnak. Ha ezt az ember át akar kelni ezen a hídon, akkor kell esőköpeny. Mert halálra lehet itt ázni, hogy a Vika is mondja. Aha. Ettől a vízeséstől, ami itt van, csobog az arcunkba a víz. Tök jó, 40 fok van, és így jó esik, ahogy így hűsít minket. Ugye? Oda néz. Na nézek. Az nagyon szép. Melyik? Hogy ilyen csendes a víz, és így... Hát ez az egész táj. Ja, azt hittem, hogy a vízesésre gondolsz. Jó. Mert az nekem is nagyon tetszik. Szerinted hol van az, amiről beszélt a... Az űrge? ...emberünk? Lehet, hogy ez nem az a bridge. Hát két bridge van. Igen? Aha. Akkor nem ez az? Hát ez egy bridge, és van még egy. Akkor menjünk a kövihez, mert valószínűleg az lesz az a bridge. Jó. Hát ha ott aztán tényleg kapunk az arcunkba rendesen vizet, mi? Azumolok a cipődre. Na? Mm. Nem tudok. Nem béna vagyok cipőkövetésbe. Nem semmi. Mi? Hát ez a kiépített utacska. Ja, igen, nagyon jó. Lehet amúgy a Vivike mégiscsak elveszítette a fogadást. Mert, nem, mert az volt. Na hát, figyú, eljöttünk vizesést nézni, és azt mondtad, hogy a vizesés ki van száradva. Igen, ami ki de, is volt írva. Ami ki is volt írva. És a csávó is azt mondta. És a csávó is azt mondta, na de, te nem hallasz valamit, aminek vizesésszerű hangja van? Sőt, nem látsz vízesést? Mert én már az látom. Az nem vízesés, ez egy patak. Vivi, ez egy vízesés. Waterfall. Víz leesik föntről. Úgyhogy buktad, Vivike, a fogadást. Nem buktam, mert az tökre a buktad. Már ki volt száradva. Nincsen ki száradva, hát itt a víz. De ez nem az a vízesés. Nem neveztük meg a szóban forgó vízesést, azt beszéltük, hogy a vízesés. Mm. Sajnos mind a kettőnknek igaza volt, mert az egyik ki volt száradva. Simán lehet, hogy ez soha nem volt és vízesés. És ki volt írva? Kezdem nem bírni. Mit? Ezt a sok sziklát. Igen, nem annyira poén. Az előbb én már félreléptem. Ha érted? Félreléptem. Aha. Találtam itt egy jó szöszit, kékszemű svéd. Na jó van. Izét. Oh, where's the road? Ott. Nice. Mentél volna a szakadékba? Igen, igen. Itt a ló, lovak szakad így. Izgi amúgy az út. Ha. Itt azért nem örülnék, ha elkapna a vihar. Ja. Hát mit mondtál, Viv? Nem hallottam, bocsi. Nem, kérdeztem, hogy a víz, hogy így lemos. Hát annak se örülnék, igen. Amúgy kifejezetten nem örülnék neki. Ja, idefele találkoztunk egy ilyen beszédes bácsival. Itt mindenki nagyon beszédes, és mondta, hogy hát tök jó az a híd, ahol megyünk. És már látszik ugye, hogy csinálják az új hídat, mert ezt a hídat meg most a víz, meg a vízesés. Bakker, tényleg van víz. Hallani hallom, de látni nem látom a vízesést. Ott volt. Ott még látszódott. A helikoptert nem látom. Na, innen is látszik. Na és akkor a proof, hogy van vízesés, az itt van. Ah, ezért építenek újat. Érzed? Nem.